Peggy 18. Köszöntöm a kedves nézőket a legújabb Postal 3-as epizódunkban. Hát az előző epizódban láthattátok, hogy végre Postal Dude-nak volt egy rendes munkája, és elindult a bankba felvenni az ezért járó pénzt, de hát bizony bankrablók lepték el a bankot, és hát elkezdték lemészárolni az ott található dolgozókat és felvenni a lóvét, és kedves hősünknek majd döntenie kell lesz, hogy mit évő legyen, hisz a helyiséget megszállták, ugyebár a helyi rendőrök is, és felvették a harcot a drága jó bankrablókkal, nekünk meg el kell dönteni majd, hogy melyik oldalra állunk, megtehetjük azt is majd, hogy mind a két oldalt likvidáljuk, de egy kicsivel tovább tartana ugyankor a játék. Én meg baró lusta ember vagyok, úgyhogy csak az egyik oldalt fogom választani, de majd úgyis rá fogtok jönni, melyik az az oldal, hát az én karakteremhez inkább ez áll. És hát akkor kezdjön is a játék. Na nézzünk, kit is jöjjek meg először, talán a rendőrt, de az valami fegyvert kéne szerezni. Na nézzük, ez a sokkoló jó lesz egyelőre. Íme ott az első áldozatunk. És már is megszereztünk egy pisztolyt, úgyhogy most már indulhat a rendes öldöklés. Ugyan ott is van. Na nézzük, keresünk még egy jó képességű rendőrt. Elméletileg, hogyha fejbe lőjük őket, akkor egyből meghalnak, de ez nem mindig sikerül. Na most hála végleg sikerült. Jó, na ennek is adtunk egy pár golyót a fejébe, biztos, ami biztos alapon. Na, te is halljál meg, jó van. Egyik jellegzetesség a játéknak, hogyha fejbe lőjük őket, akkor bizony leesik a fejük, vagy leszakad, vagy totál megszűnik létezni. És a rendőrök hullanak, mint a legyek, hát nem, nincsen nehéz dolgom, azért látjátok, hogy az emi nem annyira brutális, mint egyéb játékokban szokott lenni. És már is jön a következő chapterünk, jön a kis nehezítés, hisz megérkeztek a SWAT-os úriemberek, M16-os automata fegyverekkel felfegyverkezve. De nézzük. Hát őket már kicsit macerás a fejbe lőni, hisz sisak van a fejükön, mindesetre a civileket sikerült rendesen elintézni. És ott van az úriember, na. Lesz M16-oson vagy nem lesz, és már is sikerült beszerezni egy automata fegyvert, úgyhogy még egy kicsit jobban fogjuk aprítani a helyi népességet. Na nézzük, azt mondja egy rendőr. Na és jár, jön a következő videó. Feltűnt a bankrablóknál egy borsz, mint fegyver. Micsoda teljesítmény, kérem szépen. Ó, és láthatjuk a borzot akció közben, bizony keményen osztja az embereket, és le lehet őket darálni, meg ilyenek. Na nézzük. Szóval még a rendőröket kéne bántalmazni. Vigyázzunk el azért a játékba, már elég előszeretettel bemászkálnak a látószögünkbe olyanok is, akiket nem akarnánk bántani. Aztán meg, ha mégis bántjuk őket, akkor véletlenségképpen ők is bántani akarnak majd minket. Igyekezzünk mindig a rendőrökre, vagy épp a bankrablókra koncentrálni. És mint hát az előbb is beszéltem, látható, hogy a fejlővés hatására bizony leszakad a fejük. Szegényke, csak úgy spriccol belőle a vér. Na és nézzünk fel az emeletre. Egyelőre úgy nézem, hogy a helyi rendőrséget sikerült egy annyira megsemmisíteni, hogy ne nagyon tudjanak már itt amperkodni. Azt mondja, ó, itt vannak a bankrabló cimbik. Azt hiszem sikerült valami töltényeket felszedni. Megnézzük, mi van emögött az ajtó mögött, hát itt nagyjából semmi. Jó van, akkor nézzünk meg egy másik ajtót. Na, és itt található a szép, de hát ide meg nem tudok bemenni. Mi a manó? Na jó, van, akkor már is menjünk tovább az útunkra, mert lehet, hogy akkor nem kell kirabolnunk a bankot. Pedig azért jöttek ide a bankrablók, na mindegy. Érdekes momentum ez a játéknak. Ó, és már is itt vagyunk a tetőn. Keresünk magunknak egy újabb áldozatot, hát a borzat még mindig akciózik. És már is jön a következő kihívás, Istenem, hogy mi lesz ez vajon? Hát jött egy helikopter. A készítők olyan jól csinálták meg a játékot, majd látni fogjátok, hogy ez a helikopter is borzalmas nagy kihívás lesz. De valami brutálisabb fegyverhez kellene nyúlnom.
Ó, közben a port is morgolódik itt a közelbe. Ó, és más, itt van egy nehéz gépfegyver. Ezért talán kicsit könnyebb lesz leszedni a rendőrségi helikoptert, vagy lehet, hogy macskával kéne próbálkozom, nem is tudom. De nézzük. Most itt vagyok a fedezékben, és hát látható, hogy mennyire értelmesen csinálták meg az alkotók, hogy bizony a drága jó helikopter nem tud engem bántani, de én tulajdonképpen különösebb gond nélkül el tudom intézni az élet erejét, úgyhogy lassan itt az ideje, hogy elbúcsúzok tőletek, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Postal 3 végigjátszásának újabb epizódját. Igyekszem majd minél több és minél gyorsabban kinyomni a videókat a csatornára. Addig is a viszontlátásra. Remélem tetszett az, amit láttatok. A következő részig. Sziasztok! Hello mindenki! The ecotologists were so grateful they gave me a badger saw for my trouble. Trust me, you're glad you're. Ja, és még elfelejtettem említeni, hogy a következő részben számítsatok egy komolyabb borz apokalipszisre. Na, sziasztok még egyszer!